triatlonista vagyok. Ez a úszás, biciklizés, futás ebben a sorrendben megállás nélkül. A cél maga a verseny, mert a versenyen jót mutass, de ugye a legfontosabb mindig a odáig vezető út. Mert végül is verseny az lemegy 1 és 5 óra között, úgyhogy az edzés az meg előtte ugye lehet 1 hónap, 2 hónap, több hónap, és ez nálam heti szinten 6 napot jelent. A reggel most úgy indítom, hogy egy light, spiritos, magyaróvaj, lekvár, ezt imádom, marha jó kombináció, aztán egy 20 perc múlva meg irányfutás, 12-13 km light-os tempóval. Morális indítatásból 4 éve vegán vagyok, ami hát, kisebb-nagyobb erőfeszítést igényelt az elején. Vegetariánusból indult úgymond, és aztán így lépésről lépésre tovább úgymond fejlődött. Tudatosítottam, hogy ez több, mint étrend. Nehéz is meglépni egy ilyen döntést. Több, mint csak annyi, hogy most leülsz és jó, mától nem eszek húst. A vegánság az, mondanám azt, hogy ez egy életvitel. Ez nem csak az egészségről szólhat, hanem arról is, hogy mondjuk mennyivel kisebb az ökológiai lábnyoma annak, aki nem eszik mondjuk állati eredetű dolgokat, vagy hogy hogyan működik az egész, tehát a húsipar, tejipar, stb. Nem csak az egészségemnek jó, hanem annak is, hogy mondjuk miattam nem fognak meghalni állatok, vagy hát nem is, hogy meghalni, mert ez most olyan, hogy úgymond már ez ki van termelve, vagy tenyésztve, de te ebben nem veszed részt, és nem veszed le a polcról, úgyhogy ez azt jelenti, hogy te nem támogatod azt. Reggeli futás letudva, 1 óra, 13,5 km. Az első edzés után nagyobb reggeli, csinálok egy regeneráló smoothie-t, banán, szőlő, magvak, zappehely, esetleg fehérjepor, és avokádó, spiritós lesz, zöldségekkel, kerből és zappehely. Abban is még lehet valami gyümölcs, magyarolvaj, ami tetszik. Nagy steak rajongó voltam, tény és való, de szerintem magát a húst feladni az nem annyira nehéz, mint a tájtermékeket, sajtokat, ami olyan kicsit úgy izzadósabb téma, mert tehát tényleg majdnem mindenben sajt van, vagy táj van. Mit tegyek a tájszín helyett, vagy mit tegyek a túró helyett, mivel helyettesítsem. De az a jó ebben, hogy nincs különbség, tehát az, amit úgymond nem vegánba el lehet készíteni, azt ugyanúgy el lehet vegánba is. Nálam ez úgy zajlott végbe, hogy tényleg ez a hús, ezt totál vágtam, úgyhogy nekem maga a hús szerintem hónapok után már nem hiányzott. Van egy ilyen blokk bennem, hogy nem jutok el odáig, vagy agyam nem jut el odáig, hogy most olyan impulzust adna, hogy már pedig neked az hiányzik, mert nem. A következő session 70-75 perc bicikli, szintén könnyed tempóban megnézzük a környező falvakat. Kilométer bicikli után jöhet egy kis ebéd, előétel babos tészta, avokádó, valami maradt még a reggeliből, plusz bele friss zöldség és őrölt lemmag, mert a lemmag jó, omega 3 meg omega 6 zsírforrás, úgyhogy húzdi neki. Az utóbbi években, hogy most ilyen marha nagy fehérje hype van, meg szénhidrát az ellenség. Én ennek egésznek ellen
ellentétjét csinálom. Fontos az, hogy edzés után mit adsz vissza, hogy pótolod vissza a tápanyagokat. Tehát kell a fehérje, hogy regenerálja a úgymond roncsolódott izomszöveteket, de kell a szénhidrát az, hogy azt ő eljuttassa oda. A különbség az állati meg a növényi fehérje között persze, hogy van. Az állati fehérje profilja, az aminosav profilja is teljesen más, mint a növényinek. Mondanám, hogy a 9 szükséges eszenciális aminosav közül az állati, tehát a marahúsba vagy csirkehúsba, igen, ez megtalálható. A növényi proteinek még nem teljesek, de viszont itt is arról van szó, hogy ha jól kombinálod, akkor ugyanúgy teljes fehérje aminosav profil kapsz. Tehát nem mindegy az, hogy mi van a tányérra rakva, mert mondjuk lehet hozzásegíteni, hogy bab, vagy csicseri borsó, plusz barna rizs, vagy kinoa, és akkor már megvan egy teljes profil, ami tehát ugyanaz. A második fogásnak brokkolis, ráncsés köri lesz, teljes kiörlésű kuszkusszal. Meg maradt még egy kis csicseri borsó, hogy azt is belekombináljuk. Ezt kiegészítjük egy kis tofuval. Tofus, brokkolis, csicseri borsós, lencsés, köri, hús nélkül is top. Időben is visszaugrok, akkor én is tudom saját magamról, hogy ott nekem ismerősöm, aki mondjuk vegetariánus volt, és akkor én is csodálkoztam, hogy most ez hogy lehet, hogy nem hiányzik valami. De ez amúgy szerintem normális kérdés, mert ugye nem vagy benne valamiben, akkor felrakod a kérdéseket. De az még mindig jobb, mint ha egyből valaki elítéli a másikat. Maga az élethez, szerintem, meg sokak szerint, kutatók, tudósok szerint, vezető orvosok szerint ebben a témában nincs szükség se állati eredetű fehérjéhez, se zsírokhoz, se semmilyen más termékhez, tehát ahhoz, hogy csak légy. És én saját bőrömön tapasztalom azt, hogy ahhoz, hogy sportot űzzek, magasabb intenzitáson, versenyszinten szintén nincs szükség semmi állati eredetű tápanyagra. A nyílt vízi úszás menüje a következő. 3,5 kilométer lesz az ösztáv, és nem szabad megállni, úgyhogy ennyi. Tudatosan nem vegánnak lenni újra, ez úgy nincs terve. Az, hogy most véletlenül becsúszik valami szalonna, grillez egy zöldség közé, az előfordulhat, hogyha mondjuk nem saját magamnak csinálom. Nekem ez nincs terve az, hogy most visszalépjek. Ez a morális kötődés, ez nagyon erős.